Miként akarták a világ proletáriait egyesíteni? 1919-ben mit csináltak a románok Székesfehérváron? A két világháború között miként emlékeztek Trianonra a város diákjai? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a tavaly ősszel alakult Trianon Centenáriumi Emlékbizottság. A tudományos munkacsoport 2020-ig fog működni, addig pedig előadásokkal, konferenciákon, kiadványokkal és kiállításokkal kívánják bemutatni az 1918 és 21 közötti időszakot, kiemelve, hogy ebben az időben milyen sorsfordító események történtek a városban. Pont 100 évvel ezelőtt, 1919. február 3-án, és ugye a hely szelleméhez kapcsolódóan ott a megyeháza dísztermében hangzott el egy olyan bizalmatlansági indítvány előterjesztése, amely gróf Károly József nevéhez fűződik, aki korábban Székesfehérvár és Fehérvár megye főispánja volt, és az akkor regnáló Berinkei kormánnyal szemben egy bizalmatlansági indítványt fogalmazott meg, amely bizalmatlansági indítványt ő maga szerkesztett, és a Törvényhatósági Bizottság egyhangulag el is fogadta. Egy nagyon komoly kritika alá vette a polgári demokratikus kormányzatot, nem utolsó sorban például a saját unokatestvérét, aki akkor már ideiglenes köztársasági elnök volt, gróf Károlyi Mihályt, és komolyan felvetette azt a kérdést, hogy ez az új kormányzat, ami 1918. október végétől regnált, és óriási nagy támogatottsággal indult, hogy valójában nem tudja megvédeni az országot, nem képes az ország integritásának a megvédésére, és ez 1919. február elején már egyértelműen látszott. Ennek persze nagyon komoly következményei voltak, a kormányzat és a helyi baloldali erők komoly retorzióval léptek fel, és valójában azt kell, hogy mondjam, hogy Székesfehérváron és Fehérvár megyében a baloldali fordulat az nem 1919. március 21-én zajlott le, mint ahogyan ez országosan, hanem már 1919. február közepén elindult. A következő konferencia, amit tervezünk, az éppen az 1919-es 133 nap, tehát a tanácsköztársaság eseményeit szeretné bemutatni. Ezt ez év tavaszára tervezzük. Nyilván itt is az a nagyon fontos dolog, hogy mi történt 1919 márciusa és augusztusa között Székesfehérváron és Fehérvár megyében. Milyen politikai erők működtették a várost? Hogyan viszonyultak valójában a korábbi politikai rendszerhez? Hogyan viszonyultak az egyházakhoz? Hogyan viszonyultak a hétköznapokhoz? Miként akarták, ugye, ahogy az idősebbek talán emlékeznek, a világproletáriait egyesíteni, és hogyan akarták megváltoztatni, kifordítani a világot, és ez mindez Székesfehérváron hogyan történt. Mi lett ennek a következménye? Hiszen ide bevonultak, heteken keresztül itt voltak a román megszálló csapatok Székesfehérváron. Mit csináltak itt a románok 1919 késő őszén? Mit hagytak itt nekünk örökül? Tehát nagyon sok olyan kérdés van, amit 1919 kapcsán újra kell gondolni. Ahogyan korábban is említettem, azért is fontos ez, mert ezekről a kérdésekről nagyon hosszú, a rendszerváltoztatás után nem igazán volt ez téma. Nem igazán volt ez a helytörténészek fókuszában. Időszerű, és a 100 éves évforduló nagyon komoly apropót ad arra, hogy ezeket a kérdéseket újra nézzük, újra vizsgáljuk, új forrásokat tárjunk fel a város, a megye vonatkozásába, és ezt tegyük közzé. Tegyük közzé akár egy konferencia, akár egy megemlékezés, akár egy tanulmánykötet kapcsán. De nagyon fontosnak tartom, hogy ugye miután 2010 óta, június 4-e, a Nemzeti Összetartozás napja, és ez a nap valójában az összmagyarságnak egy emléknapja, hogy ezt méltóan, erre a napra méltóan emlékezzünk. Ennek emlékülést szánunk. Itt szeretnénk bemutatni azokat a dokumentumokat, azokat a köteteket, amelyek addig talán minden valószínűséggel elkészülnek. Az év őszén a kiállítást szeretnénk megtartani. A kiállításhoz kapcsolódóan szeretnénk kerekasztal beszélgetéseket tartani, hiszen egészen biztos, hogy az évfordulóval kapcsolatban számos új könyv, publikáció jelenik meg. Én azt gondolom, hogy a fehérváriak érdeklődnek arról, hogy országosan és helyileg is milyen új
kutatási eredmények látnak napvilágon. Kapják ezt ők első kézből, a szerzőktől, tehát legyen ilyen beszélgetés. De megint csak tágabban kell az egész folyamatot értelmezni, hiszen úgy számos olyan új adatbázis készült el, ami az első világháborúhoz, a forradalmakhoz kapcsolódik. Ezeket érdemes bemutatni a városlakóinak. Nézzék meg, vizsgálják, kutassák a saját múltjukat, a családjuk múltját. Nagyon fontos, hiszen egy város, egy közösség az a múltjából épül fel, mint egy pici kis építő kövek. És ez adja az igazi kohézióját egy városnak. Tehát az, amikor egy történelmi városról beszélünk, egy ezer éves városról beszélünk, ezt az ezer éves várost az emberek, a polgárai tették azzá, polgári tették naggyá. Tehát muszáj, hogy megismerjük a történelmét, és a családok történelme adja meg valójában a város egészének a történetét. Tehát a mikrotörténelemből épül fel az egész, és lesz belőle a makrotörténelem. És természetesen ebbe a folyamatba bekívánjuk vonni a tanárkollégákat, bekívánjuk vonni a középiskolás diákokat. Ismerjék meg, hogy például a két világháború között Trianonnal kapcsolatban hogyan emlékeztek a város diákjai, hogyan emlékeztek a város polgárai. Mi az oka annak, hogy felállításra került, és most már ismételten újra gyönyörű szép megnyilvánulásában látható például az országzászló emlékmű. Hogy ez valójában milyen kezdeményezés volt az országzászló mozgalom, amihez ugye Székesfehérvár csatlakozott. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne megismerni a korszak sajtóját, bemutatni, közzétenni, hozzáférhetővé tenni. Tehát nagyon sok tervünk van, és szerencsére ezeket most már mi dokumentáltuk is, tehát elkészültek a tervek, várjuk azt, hogy ezek a tervek megkapják a megfelelő támogatást, és én azt gondolom, hogy amikor a város közgyűlése létrehozta az emlékbizottságot, akkor pontosan tudta, hogy és azonosult ezekkel a célokkal. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon tartalmas és nagyon emlékekkel dús másfél-két év elé néz a város polgára, lakossága, és tényleg mindenkit biztatunk, hogy a rendezvényeinkre jöjjenek el, mert talán olyan dolgokról hallanak, amikről eddig nem lehetett. A város történelmi jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Ezt már Cserpalkovics András mondta. A város polgármestere szerint a jelenkori generációk kötelessége emlékezni, nem csak a pozitív, de a negatív eseményekre is. A trianoni békeszerződéssel összefüggő kérdéseket fogjuk ezzel átvilágítani, bemutatni az érdeklődő nyilvánosság számára. Természetesen egy szakmai munkacsoport szükséges ahhoz, hogy eznek megfelelő szakmai háttere legyen, valóban olyan tudás, olyan információk, adatok hangozzanak majd el, amelyek az érdeklődők számára nem csak érdekesek, hanem a minőséget, magyarul a szakmai tartalmat is tudják garantálni. Erre kértük föl Vizi László rektor helyettes urat, hogy vezesse ezt a munkacsoportot, helyi szakemberekből, történészekből, levéltári szakemberekből, múzeumi szakemberekből áll ez a munkacsoport, és meghirdettük gyakorlatilag ezt a programot. Ez a következő években szerintem nagyon sokak számára nagyon érdekes, izgalmas témák feszegetését fogja jelenteni. Természetesen azzal, hogy ennek mindig a lokális kérdései is előjönnek, vonatkozásai, a helyi események, annak idején akár megjelent kötetek, kiadványok, hiszen ezzel egy kicsit azba is belelátunk, hogy az akkori fehérvári ember, egy akkori fehérvári család ezeket a ez bizony nagyon-nagyon nehéz időszakból fakadó nehézségeket, problémákat, egyáltalán mindennapi életét hogyan tudta élni, hogyan tudott boldogulni, az akkori előjárók adott esetben milyen döntéseket hoztak, milyen álláspontot képviselt akár a vármegye, akár pedig Székesfehérvár közössége. Úgy gondolom, hogy sokak érdeklődésére számot fog ezt tartani. Hétfőn kezdődik ez az eseménysorozat február 4-én, egy 100. évfordulóra fogunk akkor is emlékezni, és hát a vármegyeházának a dísztermébe kerül sor erre a konferenciára. Ez a konferencia bárki számára nyitott, látogatható, természetesen térítésmentesen. Én kérek, biztatok mindenkit, hogy akit érdekel a történelem, a nemzet története is, az európai kitekintés is, adott esetben a város viszonyrendszere, és az, hogy egyáltalán ez hogy jött a mába, az ezen a rendezvényen is nagy szeretettel várjuk, jöjjön el, szerintem megéri. A
tervezett programok miként illenek egyébként Székesfehérvár programjai közé? Természetesen a rendezvény naptár ehhez lesz igazítva. A munkacsoport egyébként már korábban megkezdte a munkáját azzal együtt, hogy nyilván itt, ha évfordulókról beszélünk, akkor adott eseményekre, rendezvényekre, adott történelmi történésekre illik akkor, vagy azokban a napokban emlékezni, amikor az mondjuk 100 évvel ezelőtt történt, de azt gondolom, hogy ez jól összehangoltató lesz az elég programokkal, és azt láttuk, akár az elmúlt hetekben is voltak várostörténeti bemutató könyv is, film is, kiállítás is, hogy nagy általában ezeken az érdeklődés, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ebben a témakörben is sokan fognak érdeklődni. Vajon mi lehet ennek az oka egyébként, hogy a székesfehérváriak ennyire érdeklődnek a történelem iránt? Egyrészt azt gondolom, talán a város levegője, ahogy szokták mondani, de legalábbis a múltja az mindenképpen ehhez hozzátartozik. Nyilván azért az, hogy ez egy diákváros, azt gondolom, hogy szinte iskolaváros, ez egy fontos hátteret ad, de talán pont az is, hogy vannak olyan szakembereink, akik ezeket képesek összefogni, ez a munka ő rájuk van bízva, ezáltal a dolog hiteles, és kívülről is olyan előadók jönnek, akiket azt gondolom, hogy érdekes és élmény egy-egy témakörben meghallgatni. Nem elfelejtve, hogy ráadásul most egy olyan dolog lesz a tárgya ennek a sorozatnak, amely nem csak a múltunk, hanem nagyon is hat a mában is, és nem érthető meg Európa jelenlegi folyamatainak nagy része sem, Közép-Európa meg pláne, de akár ennek a nemzetnek ma is, akár a társadalom politikája, a nemzetpolitikája, a közép-európai kérdések, ma ugye ezt V4-eknek szoktuk hívni, nagyon-nagyon sok olyan témát vetnek föl, aminek a jobb megértése, a jó döntések meghozatalához is szükséges az, hogy ismerjük a magunk, de akár azt is mondhatnánk, hogy a közös közép-európai történelmet. Hogy egyszer le tudjunk belőle vonni következtetéseket, tanulni tudjunk a korábbi hibákból, de értsünk meg bizonyos folyamatokat, amik viszont már nagyon is a mában zajlanak és a jövőre hatnak.